A Szabó Magda könyvtár és közösségi ház korszerűsítése több éve zajlik. A modernizációt különböző pályázatok és önerő segítségével oldották meg. A részletekről a helyi polgármestert kérdeztük. 2 évvel ezelőtt volt a külső szigetelés, nyílászáró csere. Tavaly megcsináltuk a tetőnek a cseréjét és felújítását, a kerítés felújítását, most pedig még folytatjuk a belső munkálatokat, most éppen az előtérnek a burkolása folyik. Hordoztunk annak idején egy nagyobb közösségi házról, egy faluházról, egy komplex együttesről. Per pillanat még itt nem tartunk, de amink van, azt szeretném megszépíteni és elfogadhatóvá tenni. Esetleg szolgáltatás is fog bővülni? Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb oda is elérünk, bár a hely és a terület, az adottságok azért behatárolják a lehetőségeket, amit lehet, azért megvalósítunk. Önkormányzati büdzséből sikerült ezt megvalósítani, vagy esetleg pályázat útján? Hát ez a jelenlegi része az önkormányzati büdzséből, a szigetelés az annak idején, hogy egy keopos pályázat volt, uniós pályázat volt, a többi részt azt megpróbáltuk önerőből hozzátenni. A cserép az már régóta itt állt az udvaron, az került fel, a kerítés, felújítás, egyebek, és aztán itt a szomszédos orvosi rendelőnek az épülete is, még további munkálatok várnak majd, a parkoló kialakítása, kerítés rendbetétele ott is, illetve kerékpártároló kialakítása. Ha esetleg bővíteni szeretnék mondjuk a művelődési házat, akkor arra van-e lehetőség? Hát szerintem ezen az ingatlanon belül sok nagy lehetőségünk nincsen, de azért van más egyéb területe az önkormányzatnak, ahol meg lehet ezt valósítani. William.